Mivel tudott meglepni titeket ez a litván csapat, hogy az első fél időben két gólos előnyre tett szert? Igazából nem mondanám, hogy ők leptek meg minket, úgy gondolom, hogy mi okoztuk magunknak azokat a problémákat első fél időben, amiket elszenvedtünk. Rengeteg párharcot veszítettünk, ilyen tényleg ilyen 50-50-es labdákat, az összeset ők szerezték meg, sokszor csínybe tettük a labdát, nem mentünk bele olyan keményen, agresszívan, ahogy kellett volna. Ezekből pedig veszélyesek voltak, rúgtak kontrából egy gólt, meg ugye szögletből. Úgy gondolom, hogy nem volt méltó hozzánk ez az első fél idő, amit nyújtottunk, de fél időben szerencsére tudtuk rendezni a sorokat, egy másfajta mentalitás, egy másfajta küzdeni akarás, illetve egy másfajta játékfelfogásba léptünk pályára a másik fél időbe. Ez arra elég volt, legalább, hogy kiegyenlítettünk. Még emellett is voltak azért helyzeteink, a kapusuk hármat védett tényleg a gólvonalon. Ez benne van a fociban. Az tényleg pozitívum, hogy így úgymond vissza tudtunk jönni a meccsbe 2-0-ról, nem adtuk fel, 2-2 lett, még ha természetesen nyerni szerettünk volna, sajnos ez most nem sikerült, azon leszünk, hogy Bulgáriába belépjünk azon a bizonyos kapun. A meccs előtt én sokszor úgy fogalmaztam, hogy olyan izgatott a csapat a mérkőzés előtt, de pozitív értelemben, aztán mintha inkább ilyen idegesnek tűnt volna, ahogy zajlott a mérkőzés, ahogy kerültünk egyre nehezebb helyzetbe. Én ennyi eladott labdát ebben a selejtező sorozatban még nem láttam ettől a csapattól összesen. Abszolút, az eladott labdákban egyetértek veled. Tényleg, mint ahogy azt az előbb is említettem, mintha nem mi játszottunk volna a pályán, de sajnos mi voltunk azok, úgyhogy nekünk kell ezekből a tanulságot levonni, és tényleg rendezni a sorokat, a fejeket, hogy ez miért történt meg. Én nem mondanám azt, hogy izgultunk, mindenkiben benne volt ez egy természetesen egy mérkőzés, drukk, az mindig megvan, de nem izgultunk, hiszen jó pozícióban vagyunk, voltunk. Egyszerűen boldogan vártuk a mérkőzést, szerettük volna ugye ma kiharcolni a továbbjutást, és sajnos nem sikerült, de nem éreztem a csapatot görcsösnek, inkább az volt tényleg, hogy nem volt meg az a megfelelő agresszivitás, párharcok megnyerése, ami eddig ugye jellemzett minket az első fél időben, ezt a litvánok kihasználták, viszont a második fél időben azt gondolom, hogy tudtunk ezen javítani.